Szeretettel köszöntöm Önöket a világ minden tájáról, határon innen, határon túl, óceánon innen, óceánon túl. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen, ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai előadás házigazdája lehetek. Én Kolca Andrea vagyok, a PPH egyik 8-as szintű vezető munkatársa. Én nagyon örülök minden egyes léleknek, aki most velünk együtt fogja nézni élőben ezt a bemutató előadást. Azoknak is nagyon fogok örülni, akik majd a felvételről fogják megtekinteni ezt az élet és emberismeret fejlesztő képzésünket, amit a Problem Prevention Holding, rövidítve PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Tanoda 2000 Kft. És a Nyílt Akadémia tesz lehetővé számunkra. Szeretnék kérni önöktől egy kis apróságot, meg szeretném kérni, hogy a mobiltelefonjukat azt kapcsolják ki, hogy ne zavarja meg ezt az értékes előadást, ne maradjanak ki értékes részek. Továbbá szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy érdemes jegyzetelni. A mai előadás két részből fog állni, az első rész lesz a tudatosságfejlesztés, utána egy fél óra szünet, és kezdődik az ember és életismeret teremtő kócsképzésünk, ami együtt 3,5 órát fog igénybe venni. Az előadásukat tegeződve szoktuk tartani, tegeződve folynak az előadások, mi így érezzük jól magunkat, remélem ez senkinek nem fog bántódást okozni, nem lesz bántó senki számára, mi tegezzük egymás kortól és nemtől függetlenül. Most egy pár szót szeretnék mondani magamról. Én a Erdélyben születtem, a kolozsvári Bábesbolyain végeztem, közgazdász informatikus lettem, és mára már szakmát váltottam, és a PPH tanulói csoportomat szervezem, és a családdal foglalkozok, mert családban élek, és van két gyönyörű kislányom, egyik 8 éves, és a másik 11 éves. Ennyit magamról, és most szeretnék beszélni az est fénypontjáról, az előadónkról, a mesterünkről, aki az egyik legnagyobb tudású mesterkócs, boldogság specialista, szervezetünk vezetője és alapítója. Mesterünk nagyon sokat foglalkozik emberekkel, körülbelül 36 éve, és komolyan foglalkozik emberekkel, mert csapatot is épít, 33 éve, és 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Én azt tapasztaltam meg, hogy nagyon érdemes odafigyelni arra, amit ő tanít a jövővel kapcsolatban, mert amit eddig hallottam tőle, az úgy be is következett. Az előadónk, mesterünknek nagyon nagy a tudása, és évek alatt kapott egy jó pár képességet is a fentiektől, és nagyon-nagyon sok tapasztalatra tett szert az élete folyamán, és ez a három dolog, a tudás, a képesség, meg a tapasztalat kombinációja egy nagyon egyedi emberi személyiségét teszi őt a bolygón. És egy pár szót szeretnék szólni arról, hogy miért is ő egy egyedi személyiség. Elsősorban azért, mert négy területen ért el, amikor az anyagi világban tevékenykedett, piacvezető pozíciót. Ő egy olyan egyedi személyiség, aki segít nekünk az anyagi világban boldogulni, és ugyanakkor tanítja a szellemiséget is. Tehát összeköti ezt a két dolgot, úgy lehet mondani, hogy egy kalap alá hozza az anyagi világot a szellemiséggel. Nagyon nagy a tudása az ember és életismeret területén, és nem akármilyen tudást ad át, hanem hasznosítható, minden nap gyakorlatba ültethető tudást. Nagyon nagy információ tömeg átadására képes, és ő ezt égi közvetítés segítségével valósítja meg. Ugyanakkor neki van a legrészletesebb információja az eljövendő, az áhított, szeretett korszakról, az aranykorról, amiről nekünk nagyon sokat tanít, és az információi alapján 2035-re kell ez a korszak megvalósuljon. És utolsó sorban, de nem legvégül, szeretnék arról mondani egy mondatot, hogy a mesterünk egy hatalmas küldetéssel, életküldetéssel érkezett a Föld bolygóra, és pedig azzal a küldetéssel, hogy az a tudás által, amit ő átad nekünk, az embereknek, képessé váljunk szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, és így kerüljünk be
az aranykorban. És akkor most szeretném megkérni mesterünket, tanítónkat, a szervezetünk alapítóját és vezetőjét, hogy jöjjön és tartsa meg az előadást. Fogadjátok szeretettel Szedlacsi Miklós mesterkócsot! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem igazán? De itt, ahol most vagyunk, itt jó, nem? Itt már létrehoztuk a szeretetkort, nem? Ki kellett erejteni jobban, így van. Érdekes világban élünk, amit mondtam, hogy el fog jönni. Tehát ugye már a 90-es években kezdtem azzal foglalkozni, hogy milyen jövőnk lesz, és igaz, hogy akkor még anyagi téren foglalkoztam ezzel, de a 2000-es évektől elkezdtem szellemi téren is avval foglalkozni, hogy milyen jövő vár az emberekre. Tehát ezt úgy értsétek a foglalkozást, hogy tanítani. Tehát tanítani. Tehát 90-es években már tanítottam, hogy anyagi szempontból milyen jövő, 2000-es évektől pedig, hogy szellemi szempontból milyen jövő. Ugye mit jelent a szellemi szempont? Az a gondolkodást jelenti. Tehát, hogy az emberek ugye hogyan fognak gondolkodni, a gondolkodásuk révén hova jutnak, és ugye ez úgy működik, hogy igazából elérkeztünk abba a korba, ahol eléggé sikerült megvalósítani bizonyos erőknek itt a Földön, mondhatjuk azt, hogy hatalmi erőknek, hogy a lakosság, hogy a bolygószinten kellően elbutuljon, és ugye ahogy fokozatosan butulnak el az emberek, inkább úgy mondom, hogy a tömegek, persze mindig tisztelet a kivételeknek, ahogy butulnak el, ugye egyre könnyebben tudják az embereknél bevezetni azt, ami nem jó a túlnyomó többségnek, csak egy bizonyos szűk rétegnek. Ezt röviden úgy is lehetne fogalmazni, hogy elnyomás. Tehát például az elmúlt 4 évben tökéletesen bebizonyosodott az, hogy ténylegesen a bolygó egy jó nagy része szó szerint el van butulva. És elhisznek mindent, amit a média sugároz számukra. Na most a média a világon már régebb óta nem a szegény emberek kezében van. A média gazdag emberek kezébe került. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a média nagy része a világunkban az ultra gazdagok kezében van. És ha ezt figyelembe veszed, vajon mi lehet az ultra gazdagok célja? Az, hogy még gazdagabbak legyenek. És ezt úgy tudják elérni, ha az emberek még szegényebbek lesznek. Tehát be kell azt mindenkinek látni, hogy ebben a világban nincs korlátlan vagyon. Itt a Földön van egy vagyon.
Az a vagyon, az, hogyha egyforma az életszínvonal, akkor az egyformán szétoszlik. Ha bizonyos emberek sokkal gazdagabbak, akkor másoknak sokkal szegényebbnek kell lenni. Tehát ami azt jelenti, hogy szépen eltolják arra felé a vagyont, saját maguk felé. És az azt jelenti, hogy a fejlettebb társadalmi rétegekben, Európa, Amerika, tehát Észak-Amerika, ugye még azon kívül, mint a Japán, stb. Ott volt egy középréteg. A középréteg az jó módúnak tekinthető, főleg a szegény rétegekhez képest, és a bolygó nagyon nagy százalékához képest. Tehát ez a pár százmillió ember, aki középrétegnek volt tekinthető itt a bolygón, ez gyakorlatilag jóval jobb módú jelenleg is, meg jóval jobb módú volt, mint a Föld lakosságának a nagyon nagy része. Van egy, mondhatjuk azt, hogy egy kevés ember a Föld lakosságához képest, mondhatjuk azt, hogy egy pár millió, aki a középréteg felett van, abból vannak olyan emberek, akik ultragazdagok, de inkább úgy mondanám, hogy családok, ultragazdagok, és ez a pár millió ember, illetve az ultragazdagok, hát mondhatnánk azt, hogy a pár millió az ultragazdagok alatt van, ugye az alatt vannak a középréteg és az alatt a szegényétek. Tehát a ultragazdagok és a jómódúak, ez a pár milliós jómódú, az gyakorlatilag azt akarja, hogy az ő vagyonuk az több legyen, mint a bolygó többi részének a vagyona. És ez a törekvés, ez elindult gyakorlatilag a múlt század második felében elindult, és ez egyre fokozódik. Na most, ugye miért akarnak egyre több vagyont? Mert egy olyan világban élünk, ami nem egy értelmes világ, mert itt annak van hatalma, akinek vagyona van. És annak van nagyobb hatalma, akinek nagyobb vagyona van. Bár a múltban ez nem így volt, mikor ugye törzsek voltak a Földön, nem államok, törzsek, akkor a törzsekben mindig úgy működött, hogy a legjobb képességű embernek volt ugye hatalma, legjobb képességű embernek hatalma, és addig volt vagyona, amíg törzsfő volt. És hiába lett neki gyereke, az nem örökölte a törzsfőséget, hanem mindig versenyeztették az embereket, férfiakat, nőket egyaránt, és akik fizikailag és szellemileg, aki legjobb képességűnek bizonyult, az lehetett a törzsfő. A jövőben természetesen, mikor az előző törzsfő beadta a kulcsot. Szóval, lényeg az, hogy egy olyan világ volt régen, ahol az értelem és az ügyesség volt a domináns. Hogy ki milyen ügyes és milyen értelmes volt. És ennek a kettőnek, ugye a kombinációjából lehetett valaki hatalmon. Azóta nagy változások történtek. Először bevezették a nyelvet, hogy kevésbé értelmes emberek is
hatalomra kerülhessenek. Majd bevezették ugye a vallást, hogy még inkább kevesebb képességgel rendelkező ember kerülhessen hatalomra, és egyre több olyan, aki kevésbé jó képességű, kevésbé ügyes. Végül bevezették a politikát, hogy még jobban osztódjon, és még inkább olyan emberek kerülhessenek hatalomra, akik még kevesebb képességgel, még kevesebb ügyességgel rendelkeznek. Mert ugye régen a kevés képességű, ügyetlen emberek, azok nem kerülhettek semmilyen szinten hatalomra. Most már ez nem számít, hogy ki milyen ügyes, ki milyen képességű, már egy számít, mekkora a vagyona. Ha sok a vagyona, akkor hatalmon van. Ha még nem sok a vagyona, akkor őt hatalomra teszik bábként, ő egy bábú. És utána az alatt az időszak alatt természetesen cserébe, azért, mert ő kiszolgálja a pénz embereket, a vagyonos embereket, természetesen őt is gazdaggá teszik. Persze nem szuper vagy extra gazdaggá, hanem csak ugye nagyon jó módúvá, belekerülhet oda az első pár millióba. Tehát a bolygón természetesen, a bolygón az első pár millióba. Tehát ez így van most a jelenlegi világunk. Tehát egy olyan világban élünk, ahol van egy bizonyos réteg, az minden áron arra törekszik, hogy minél több és több vagyona legyen, de miért? Miért törekszik erre? Hát ezt úgy hívják, hogy kapzsiság, ugye hallottuk már ezt a kifejezést. És ugye még több hatalma van, akkor az azt jelenti, hogy még több befolyással bírhat az emberekre. És ugye miért baj ez a fajta működés? Nagyon egyszerű oka van, azok az emberek, akik ultra nagy vagyonnal rendelkeznek, azok attól félnek, hogy elvesztik a vagyonukat, és az életüket is. Lásd francia forradalom, ahol a legvagyonosabb emberek nagy része az a giotin alatt végezte. És azóta, mióta ugye volt a francia forradalom, azóta az igen gazdag emberek attól félnek, hogy úgy járnak, mint a francia forradalomban a gazdagok. De tényleg. És ezáltal ugye kidolgoztak egy tervet onnantól a gazdagok a világban. Az a terv, hogy minél butábbá kell tenni az embereket, minél tudatlanabbak az emberek, akkor annál inkább elhisznek mindent. Hogy kell elérniük, hogy ugye tudatlanok elhiggyenek mindent? Hát úgy kell elérni, nagyon egyszerű, hogy ugye a médián keresztül addig kell valamit nyomni az emberek felé, elmondani százszor, amíg nem csinálják. Addig mondani, addig nyomni, ameddig nem csinálják az emberek. És nézzétek meg, ez az elmúlt 4 évben milyen jól működött részükről, hogy azok az emberek is, akik először azt mondták, hogy ők bizony sose fogják beoltatni magukat, addig-addig nyomták nekik, míg azoknak is a nagy része bizony beoltatta magát. Szóval látni, hogy ez a módszer működik, nagyon jól működik, a média, ugye a jómódúak és a gazdagok kezében van, tehát a nagyon jómódúak és nagyon gazdagok kezében van, és azon keresztül, ugye a médián keresztül megpróbálnak az emberekkel mindent elhitetni, de azok az emberek, a mindent elhívők, akik tudatlanok. Minél tudatlanabbak, annál jobban elhisznek dolgokat. Ezért, hogy az emberek tudatlanok legyenek, ez bevetnek eszközöket. Például olyan eszközöket, hogy sok problémájuk legyen az embereknek.
Tehát sok probléma. Ezt megint a médián keresztül érik el, hogy az emberek olyan életet élhessenek, ahol problémákat hoznak ők saját maguk létre. Hoppá, kicsit túlmentem. Tehát itt van 10 életterület, és az emberek észre se veszik, hogy ők hozzák létre ezeken a területeken a problémákat. Hanem mit vesznek észre helyette? Azt veszik észre, hogy ő mindent jól csinált, más meg hülye volt. Ő hibátlan, más meg hibás. Lásd, eladósodás. Hányan adósodtak el, és hányan szítták utána a bankokat. Pedig senkit nem kergettek a bankok bunkosbotta, hogy vegyenek föl hitelt. De a bankok tulajdonosai, média tulajdonosok is. És mint média tulajdonosok, elérték, hogy az emberek fölvegyenek hitelt. Persze, természetesen a médián keresztül érték el. És az emberek maguktól fölvették a hitelt, hiszen mennyivel egyszerűbb úgy beköltözni egy építménybe, hogy nem kellett előtte éveket vagy évtizedeket spórolni, hanem fognak és kapnak egy nagyobb összeget, ami által megvehetik az építményüket. Szóval generálják ezeken a területeken a problémákat az embereknek. Ott kezdődik, hogy önmagukkal való bánásmód. Végig gondolod, mit jelent, hogy probléma van ezen a területen? Gondold végig, hány öngyilkos lett? Hány ember lett öngyilkos? Sokkal több, mint valaha. Érted? Az elmúlt 4 évben sokkal több öngyilkos lett, mint valaha. Nézzük meg önmagukkal való bánásmód. Hány beteg ember lett? Oké? Sokkal több, mint valaha. Gondold végig. Akkor hány depressziós ember van a világban? Hány rossz hangulatú ember van a világban? Sokkal több, mint valaha. Ami azt jelenti, hogy az emberek már nem tudnak önmagukkal bánni. De nem csak önmagukkal nem tudnak bánni, a válási arány. Soha világ életben nem volt ilyen rossz. Ugye a párkapcsolatokra nézve, mint valaha, mint az elmúlt időszakban. Tehát sokkal több válás van, mint bármikor volt a világtörténelem során. Nyilván százalékosan nézzük, persze darabra számolnánk, akkor persze, hogy több, mert sokkal többen vagyunk. De itt nem darab a lényeg, hanem százalékos. Régen az emberek nagyon kevés százaléka, egy pár százaléka vált el. Most vannak olyan országok, ahol 70%-os a válási arány. Miről beszélünk? Tehát régen például a szülőket eltartotta legalább az egyik gyerek. Lehet, hogy a sok közül. De általában ugye a több gyerek közül. Manapság már ez sem megoldott kérdés. Ráadásul régen a gyerekek tisztelték a szüleiket. Hol van az már? Hol van a tavalyi hó, ahogy szokták mondani? Ugyanez. Hol van az már, hogy tiszteljék a szüleiket? Másokkal való, gyerekekkel való bánásmód. Régen képesek voltak a szülők úgy fölnevelni a gyerekeket, hogy a gyerekek fiatal kortól, 20 éves kor elejétől meg tudták állni a helyüket az életben. Manapság 30 éve fölötti felnőttek sem önállóak. Biztos azért, mert tök jól nevelték őket.
Nem? Biztos azért. Hát ha jól nevelték volna, akkor már 20 évesen javában önállók lettek volna. Oké? Nézzük tovább. Másokkal való bánásmód. Régen az emberek összeültek. Gondoljátok végig. Angliában, Londonban van egy olyan park, hogy Hyde Park. Ott minden hétvégén, vasárnap összeültek az emberek, tele volt a Hyde Park. Elindult a tévénézés, pár hónapon belül már embert nem lehetett látni a Hyde Parkban, csak villodzó fényeket a függöny mögött. Érted? Az ablak függönyök mögött. Tehát az emberek már nem egymással kezdtek el foglalkozni, hanem elkezdtek foglalkozni a technikával, és azon belül a médiával, amit a média sugároz. Régen az emberek, nézzük a munkát, régen az emberek, magyarországi adatot mondok, 80%-a vállalkozó volt, és 20%-a volt szolga. Most a 80%-a szolga, a 20%-a vállalkozó. Akkor vajon jobban bánnak a munkával? Ki van csukva? Melyiknek jobb lenni vajon? Vállalkozónak vagy szolgának? Oké? Tehát probléma az, hogy az ember szolga. Hogy ne lenne szolga? Csak ennek van egy modern neve. Már nem szolgának hívják, mennyivel jobban hangzik, hogy alkalmazott. Gondold végig. Mennyivel jobban hangzik? Közben mi különbség van az alkalmazott és a múltbéli szolga között? Semmi. Semmi gyakorlatilag. Régen az emberek nem adósodtak el. Mindenki addig nyújtózkodott, ameddig a takarója ért. Most az emberek nagy része tovább nyújtózkodik, mint a takarója ért. És annak másik nagyobb része nem tudja törleszteni az adósságát. Így van kitalálva. Így van kitalálva, hogy ne tudják törleszteni az emberek. Tehát akkor tudnák az emberek törleszteni a hiteleket, hogyha úgy működne, mint a szocializmusban volt. De ott meg nem vettek fel az emberek hiteleket. Érdekes. Hogy volt a szocializmusban? Úgyhogy valaki elkezdett dolgozni fiatalon, és tudti, hogy egész életében volt munkája. Tudti. Érted? Nem volt olyan, hogy munkanélküli. Persze voltak olyan emberek, akik nem akartak dolgozni, azt kerülték a munkát, de azt úgy hívták, hogy közveszélyes munkakerülő. Oké? Közveszélyes munkakerülő. KMK. Közveszélyes munkakerülő. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mindenki tudott dolgozni. Ott, hogy valakinek felmondtak, másnap el tudott helyezkedni. Már egy ilyen, most egy ilyen világot élünk? Manapság. Nem. Tehát itt sokszor az van, az a baj, hogy valaki tervez arra, hogy most ennyit keresek, simán fizetem belőle majd a törlesztést, és utána elbocsátják, elküldik, és nem talál más munkahelyet, csak jóval kevesebb bérér. És onnantól kezdve nem tudja törleszteni a részletet. Érted? És mit történik? Elárverezik azt, amire fölvette a hitelt. Jó, szóval, ha megnézed, a hitelrendszer tönkretette a pénzzel való bánásmódot. És ezeken a területeken is, vagyis ezen a területen is, a pénzzel való bánásmód területén is óriási problémák vannak. Tehát óriási problémák. Eddig végigmentünk már 7 területen, és mind a 7 területen azt látjuk, hogy probléma, probléma hátán. Tehát elérték azt, hogy az emberek tele legyenek minden területen problémával, akkor nézzük a környezetünket, jó? A környezetünkkel kapcsolatban is problémájuk van az embereknek, mert elhitetik velük, hogy micsoda környezetkárosításokat művelünk mi lakosok.
Tehát mi lakók, földlakók. Tehát elhitetik azt, hogy itt a lakosság nagyon nagy százaléka miatt, meg tudom én mondjuk, romlik a bolygó állaga, melegszik, stb. Közben pedig megnézzük, hogy a világkereskedelem miatt gyakorlatilag tönkre megy a bolygó. Mit jelent, hogy a világkereskedelem miatt? Termékeket hozzák, viszik, utaztatják, érted, repülőn, hajón, stb. Minden terméket, olajtól kezdve, mindent vesz ebbe a dologba, érted? Vesz bele. És utaztatják. Na most az sokkal, de sokkal környezetkárosítóbb, mint a lakosság utazása autóval. Akkor olyan munkát csináltatnak az emberekkel, hogy ők is utazzanak. Elérték az embereknél, hogy volt, mit tudom én, Budapesten lakott 2 millió ember. Kiköltözött már több mint 200 000 ember Budapestről. Hova? A környező településekre. Azóta ugye a környező falvak már városok. A javarészt. Város. És mit csinálnak az emberek? Ingáznak minden nap, oda-vissza. 30, 40, 50, 100 kilométert utaznak oda-vissza. Ami azt jelenti, hogy ez régen nem volt, tehát magyarul nem kellett nekik naponta átlag 70 kilométert utazniuk, érted, munkába járás véget, hanem ott a hely, azért laktak ott, mert valószínűleg azon a környéken is tudtak dolgozni. Manapság azáltal, hogy az embereket rákényszerítik az állandó közlekedésre, nem rákényszerítik, rávették, hogy milyen jó lesz neked, hogyha kiköltözöl, érted? Szuper lesz. Csak senki nem számolt azzal, hogy majd a gatyáját odafizeti a közlekedésre. De nem is ez a lényeg, hanem azzal, hogy az emberek kényszerből közlekednek, hogy be tudjanak járni a munkába, oda-vissza, hát egy csomó környezetszennyezést okoznak. Nyilván közel nem annyit, mint a hajók, repülők, vonatok. Közel nem annyit. Még akkor is azt mondod, ó, de a vonatok hát árammal működnek. Igen, de az áramot mivel állítják elő? A bolygónak a 70%-a, az áram előállításának 70%-a, az gyakorlatilag kőolaj, szén elsősorban. Tehát legtöbb még mindig szénerőműek, utána jön a kőolajerőmű, utána jön a gázerőmű, utána jön az atomerőmű, érted? Utána a vízi erőmű, és utána jön az egyéb erőmű, a szélerőmű, a naperőmű, stb. Tehát az áram nagy részét az ugyanúgy előállítják nagy részét a régi technológiákkal, mint ahogy a régen. Tehát hiába mennek a vonatok mondjuk, vagy a villamosok árammal, vagy a elektromos autók árammal, de azt az áramot, azt környezetszennyezéssel állították elő. Oké, annak az áramnak a nagy részét, környezetszennyezése. Akkor gondold végig, ezt a részt is, jó, ez nem annyira probléma az embereknél, de azoknak probléma, akik a környezetszennyezés miatt el kell, hogy költözzenek, érted? Milyen környezetszennyezés miatt? Mert mondjuk kipusztítják az erdőt, vagy kipusztul az erdő. Mint a múltkor néztem egy saját videómat, mert elém rakta valaki, csak egy 10 perces kivágás volt avval kapcsolatban, hogy hogy megetetik az embereket, hát ezzel a környezeten belül, na mi is volt? Nézd, már az előbb eszembe volt, azért kezdtem bele a mondatba. Na mindegy, lehet, hogy nem kell most róla beszélnem. Jó? Ez egy 10 perces, valaki itt PPH-s kivágta, és elküldte nekem. Ja igen, tudom, Attila volt. Már eszembe jutott. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát környezet kérdésben még nincsenek akkora problémák, mint amit előadnak.
De lesznek. Tehát lesznek. Lesznek problémák. Akkor itt van ugye a hatóságok. A hatóság kérdése. Tehát egy olyan világban élünk, ahol egyre jobban szabályoznak mindent. Ami azt jelenti, hogy nem jobban, bocsánat, egyre több dolgot szabályoznak. Tehát nemrég, mit tudom én, szintén valami saláta törvényeket fogadtak el, és valami 70 jogszabályt módosítottak. 70-t, érted? Itt Magyarországon. 70 jogszabály módosítás. Nem a parlament fogadta el, mert most ugye vészhelyzet van, és rendelettel lehetett módosítani ezeket. 70-et. És ugye tudjuk, hogy mostanában Magyarországon ez van mindig, hogy annyi törvénymódosítás van egyszerre, hogy azok, akik ezzel foglalkoznak és el akarják fogadni, azok egyszerűen képtelenek átolvasni. Mert azt mondják, hogy jó, akkor hónapra el kell olvasni. Ki fogja elolvasni? Senki. Na mindegy. Szóval lényeg, hogy ugye mi történik? Az történik, hogy mivel egyre több területet szabályoznak, tehát már lassan azt is, hogy mikor mehetsz a WC-re, ha alkalmazott vagy, érted? És mindent szabályoznak, és ha nem tartják be, akkor szankciót csinálnak ellene. Érted? Na most ezek a szankciók, az pedig, ha nem fizeted, akkor rögtön a hatósággal szembe kerülsz, ha nem fizetsz ki mondjuk egy bírságot, rögtön, mit tudom én, eljárást indítanak ellened. Tehát ezért ugye egyre több olyan ember van Magyarországon, akiknek a hatóságokkal meggyűlik a bajuk. Tehát ez a terület is olyan, hogy egyre inkább ugye problémás terület. És akkor itt van az Istenünkkel való bánásmód, ez megint csak régen nem semmi probléma nem volt. Hát ebben se volt gond, meg ebben se volt gond. Tehát, hogyha valaki mondjuk tényleg valami nagy disztóságot nem követett el, akkor régen nem volt olyan, hogy a hatóságokkal meggyűlt volna a baja. Oké? És itt van az Istenünk. Hát az Istenünkkel kapcsolatban pedig ugye az embereket elbolondították, különböző vallásokkal elbolondították. Akkor a másik részét, aki nem sikerült valamilyen vallással elbolondítani, hát hitetlen lett. Tehát ami azt jelenti, hogy azt mondja, hogy nekem egy életem van, egy halálom, és mindent itt ebben az életben kell megélnem, és nincs olyan, hogy Isten itt minden annak alapján történik, amit én megcsinálok, meg a közben jönnek a véletlenek, és ennek a kettőnek a kombinációja az életet, ezért próbálok mindent megtenni, mondják az emberek természetesen. És hát ami meg véletlen, hát az meg attól arról nem tehetek, mert hát az véletlen. Hát véletlenül megtörténtek velem dolgok, hát az véletlen. És ezáltal maga ez a terület, a tizedik terület, ez egy nagy keveredésben van, kutyulásban van. Mik ezzel a gondok? Tehát ez a terület, ez egy olyan terület, ahol ők hoztak létre minket. Oké? Okay? Tehát azért létezünk itt a Földön, azért van egyáltalán Föld, mert ők létrehozták. Azért van emberiség, mert ők létrehozták. Oké? Okay? Azért vagyunk még itt a Földön, mert ők kontrollálják az emberiséget. Érted? Kontrollálják. Na most, ezt az emberek nem tudják, hogy ebben kapcsolatos részleteket, és ezáltal nem tudják azt, hogy mit tehetnének velük közösen. Érted? Mit tehetnének velük közösen? Lehet, ez egy furcsán hangzik, de mégis így működik. Mit tehetnének velük közösen? És ha, nyilvánvaló, ez úgy működik, mint egy embernél. Ha te nem hiszel valakiben, tudti, hogy ő sem fog benned hinni. Világos ez? Ha hiszel valakiben, akkor ő is hisz benned. Érthető ez? Na, ugyanígy működik itt is. Ha te nem hiszel az Istenedben, akkor ő se fog hinni benned.
Miért hinne? Hát csere van, adok, kapok. Oké? Ezáltal megnehezül az illető élete. Érted? Problémái lesznek. Nem segítenek neki a megoldásokban. Problémái lesznek. Tehát ez a terület is a legtöbb ember számára, még a hívők számára is, egy problémás terület. Mind a 10. És csodálkozol, hogy az emberek nem boldogok? És csodálkozol, hogy a problémától az ember rossz hangulatúvá válik? Csodálkozol, hogy az emberek a rossz hangulatukban egyre rosszabb és rosszabb életműködést produkálnak, egyre több tudatlanságot mutatnak kifelé? Csodálkozol, hogy egyre jobban, egyre könnyebben befolyásolják őket? Ne csodálkozz! Tehát ez a 10 terület régebben sokkal jobban működött. Mikor régebben? Mondjuk akár 30, 40, 50 évvel ezelőtt. És minél régebbre megyünk, mondhatjuk, hogy annál jobban működött. Nyilván akkor volt egy stagnálási időszak. Ott nem nagyon volt benne mozgás. De az elmúlt, a második világháborút követően ezeket a területeket igyekeztek elrontani. Jó? Egy ilyen világban élünk. És ennek mi lesz vajon a következménye? Na, mi lesz a következménye? Tehát, hogy az emberek ezeken a területeken egyre rosszabbul és rosszabbul boldogulnak, egyre boldogtalanabbak lesznek, nem? És minél boldogtalanabbak, annál több bajuk lesz, problémájuk lesz, jelentkeznek a problémák. A területeken, 4 területen jelentkezik az embernél probléma. Betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma, gyakorlatilag ebben a 4 területben minden probléma belefoglaltatik. Szóval itt van ez a 10 terület, és ha ezeken a területeken az ember nem tud boldogulni, akkor mitől lenne boldog? Nem fontos lenne, hogy az ember jól tudjon bánni önmagával, jól tudjon bánni a párjával, szüleivel, gyerekével, másokkal, munkájával, környezetével, hatóságokkal, Istenével? Nem kell, nem lenne fontos? Vagy neked úgy jó, ahogy van? Miért? Hát az azt jelenti, hogyha úgy jó, ahogy van, akkor megy tovább az elbutulás. És akkor lehet olyat csinálni, érted, hogy azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak, és lehet belőle egy természetes népirtás, amit mesterségesen állítanak elő. Érted? Tehát a természetesnek tűnő népirtást előállítják mesterségesen. És mindenki, aki meghal, meg azoknak a hozzátartozói, elhiszik, hogy természetes halálban haltak meg. Közben mesterségesen előállított, természetes halálnak tűnő dolgokat hoznak létre. Nem hiszed? Új, de jó volt erre a Covid. Oké? És e felé haladunk, ha nem vagy vak. Oké? Minden e felé halad, tehát két irányba halad a dolog. Egy, az, hogy szegényedjenek, tehát úgy lehetnek nekik több pénzük, ha a többieknek kevesebb van. Nincs ezen a bolygón, nincs több vagyon. Akkor lenne több vagyon, ha a világból, valóban a világűrből ide vagyont hoznának be. Világos? De ebből a világűrből ide nem fognak vagyont behozni. Ezért nem lesz több vagyon. Neked is akkor lehet több vagyonod a mostaninál, hogyha valaki adna neked egy vagyon. Világos? Tehát van egy bolygó, akkor az a bolygó abból a vagyonból kénytelen gazdálkodni, ami rendelkezésre áll a bolygón. Annál többből nem tud gazdálkodni. Ezért, ha abból a vagyonból egy kisebb embercsoport többet akar, akkor a többitől el kell venni. Világos voltam? És ha nem látod ezt a törekvést, akkor te vak vagy.
Erre azt tudom mondani. Pedig ez a törekvés teljesen nyilvánvaló már évtizedek óta. Teljesen nyilvánvaló. Az is nyilvánvaló, hogy természetesnek tűnő népirtást csinálnak. Elkezdték. Ezt csinálják. Milyen természetesnek tűnő népirtásról van szó? Miért kell népirtás? Nagyon egyszerű. Mert nincs szükség abban, azon a technikai fejlődésben ennyi élő erőre, mint munkaerőre. Nincs szükség. A gépek helyettesítik az élő munkaerőt. Világos? Tehát gondold végig, hogy egy kombány hány arató munkás munkáját tudja megcsinálni? Több száz arató munkás munkáját csinálja meg egy kombány. De ugye a kombány már régen van. De minden területen, minden vállalkozási területen ugyanez a helyzet. Egyre kevesebb élő munkaerőre van szükség. Miért generálnak élő munkaerőt? Miért csinálnak kamu munkahelyeket? Tehát miért csinálnak bürokráciát? A bürokráciát azért csinálják, hogy kamu munkahelyeket hozzanak létre. Olyan munkahelyeket, amire égett a világon semmi szükség nem lenne. Miért? Hogy befogják az emberek fülét, száját, szemét, érted? Ezért csinálják kamu munkahelyeket. Tehát azt se tudják megcsinálni, hogy jó, akkor írtsuk ki a lakosságot, mert az népi ellenállásba torkollana. Érted? Ezért mit csinálnak helyette? Meg akarják kaparintani három nagy vállalat a bolygó élelmiszer termelését. Nagyon e felé mennek. Onnantól kezdve, ha megkaparintják a bolygó élelmiszer termelésének a jó részét, ez a három nagy vállalat, akkor azt tesznek bele az élelmiszerbe, amit akarnak. Most is már ez van. Tehát, ha multi által termelt, létrehozott élelmiszert vásárolsz, tele van szervezet számára idegen anyaggal. Oké? Okay? Olyan anyaggal, amit a szervezet mondjuk méregként kezel. Oké? Okay? Ezt csinálja a szervezet, hogy méregként kezeli az ide olyan anyagokat, ami nem oda való, amit nem tud vele mit kezdeni. Méregként kezeli. De és már megnézed, évtizedekkel ezelőtt elkezdték a vegyszereket, a vegyi anyagokat, amivel a szervezet nem tud mit kezdeni, belerakni az élelmiszerekbe. Nyilván nem a kistermelőkről van szó, meg nyilván nem a házi termesztésekről van szó, hanem a nagy üzemekben előállított élelmiszerekről. Nagy üzemekben előállított élelmiszereket nem tudsz olyat vásárolni, amiben nincs plusz vegyi anyag. Mondom, nincs olyan. Most szerinted miért kell az embereknek az élelmiszerébe vegyi anyag? Nagyon egyszerű, hogy minél hamarabb feldobja a talpát. Miért? A vegyi anyagtól miért dobja fel? Mert a szervezet méregként kezeli. Érted? Méreg, és parányi méreg. És minél több vegyi anyag kerül bele a szervezetbe, az egyén előbb-utóbb belehal a mérgezésben. És utána mit hoznak ki diagnózisként, hogy meghalt? Hát, természetes halál. Érted? Mit tudom én, keringési rendellenesség. Abba minden belefér. Érted? És meghalt az illető. De ez kevés, mert ez viszonylag lassú. Akkor kell szennyezni más szinten is. Kell szennyezni a levegőt. Oké? Okay? Kell szennyezni, ugye még mást. Hát
Ugye gyakorlatilag végig gondoljuk mindent. Az is egy szennyezés, hogy fogják és elérik, elhitetik veled, hogy neked azt az oltást be kell adni, te beadatod, és azt tesznek bele abba az oltásba, amit akarnak, és te neked fogalmad nincs, hogy mi a fészkes fenét oltottak beléd. Oké? Okay. Ami azt jelenti, hogy akár olyan anyagot is olthatnak beléd, ami azt mondja, hogy na, ez kiszámolták, ebben mondjuk 5 évet fog élni. És az illető természetes halálnak tűnő betegségbe belehal. Ennyi. Akkor mit lehet még csinálni azon kívül? Meg lehet azt is csinálni, hogy még tovább mérgezzük az embereket. Hát ugye a legjobb, egyik legjobb mérgezés a sugárzás. Ezért csináljunk minél több sugárzást. Már a mobil is ilyen, főleg az 5G, aztán annál már lesz 5G plusz, vagy mi a manó, ami még magasabb frekvencián sugároz. Na, van ilyen, persze. Vagy ne. Ami még magasabb frekvencián sugároz, ami nem tud, minél magasabb frekvencia a szervezet, annál kevésbé tolerálja. Oké, tehát, de nem csak ilyen sugárzást, hanem olyan sugárzást, hogy jó, akkor csináljunk mindenféle szűrést. Ami kivétel nélkül mind sugárzási alapon működik. Mind. Mind sugárzási alapon működik. Kisebb, nagyobb dózisú sugárzás. Oké? Okay? Tehát ha te azt gondolod, hogy mikor mondjuk CT-n vagy, akkor nem kapsz sugárzást, akkor óriási tévedésben élsz. Tehát az összes ilyen mérőeszköz a sugárzást bocsájt ki. Méghozzá egyáltalán nem egészséges sugárzás, mert sajnos a sugárzás az nem egészséges. A napsugárzás is csak bizonyos mértékig egészséges. És a fölött nem. Tudtad? Remélem. Oké? Okay. Tehát ezért gondold végig. Hány, mondjuk a bőrrák milyen mértékben növekedett meg azóta, mióta elkezdték gyártani a napvédő különböző faktorú készítményeket. Miért? Mert lehet, hogy az ellen véd a napvédő szer, hogy ne ég le. De a nap egyéb sugárzásai ellen olyan szinten nem véd, hogy nem csoda, hogy a napimádók nagy része bőrrákba hal meg. Oké, okay. És akkor a sugárzás az nem probléma. Mondom, az összes ilyen szűrő dolog, az valamilyen szintű sugárzás. És akkor kitalálják, hogy mondjuk, hát évente 10 féle izén kell menni szűrővizsgálatra, az 10 sugárzás, 10 dózis. Király. Érted? Hadd hújon a férgese. És akkor utána szépen rá lehet mindre fogni, hát természetes halálban meghalt. Most gondold végig, aki azért halt meg, mondjuk, mert éjjel-nappal, idézőjelben az éjjel-nappal, telefonált is itt a füle mellett, és meghalt agydaganatba, ott rá fogják mondani, hogy a telefon miatt halt meg agydaganatba? Biztos, hogy nem. Azt meg tudják állapítani, hogy agydaganatban meghalt. Nehogy a agydaganatot mitől kapta? Hát, azt senki nem tudja. Jó? Tehát nagyon egyszerű a képlet. Nem kell. Mennyi ember kell a bolygón? Ez le volt írva. 500 millió. Bőven elég lenne a hatalom kiszolgálására, és annak a pár millió ember kiszolgálására. Bőven elég lenne az 500 millió. Ezt mondják. Mi lesz az emberiséggel?
Hát az emberiség azért jött ide le, hogy tanuljon, fejlődjön, érted? Azért vannak itt az emberek, hogy utána egy magasabb létformába visszakerülhessenek, azáltal, hogy megtapasztalják a jó és a közt, jó és a rossz közt a határozott különbségeket. Akkor mi lesz az emberekkel? Hol teljesül az a cél, gondold végig, hogy az emberek lejönnek azért ide, mert odafönn nem tapasztalják meg a rosszat, lejönnek azért ide, hogy a rosszat megtapasztalják, azért, hogy a jót megtapasztalhassák, illetve nem megtapasztalhassák, pontosabban különbséget tegyenek a jó és a rossz között, ne legyen az, hogy a jót szépen átváltják rosszá, mint például ugye Lucifer, tehát Luciferi, oké? Okay. Luciferi. Lucifer, jó, tehát mint például Lucifer és csapata, akik szembefordultak a teremtővel, és ezért a teremtő utasítást adott arra, hogy létre kell hozni olyan bolygókat, mint a Föld, amely azt a célt fogja szolgálni, hogy az emberiség, nem az emberiség, a lelkek lejöjjenek fejlődni. A fejlődés az, hogy megtapasztalják a rosszat. Érted? Megtapasztalják a rosszat azért, hogy a jó és a rossz között tudjanak különbséget tenni, és ne akarják a rosszat. Tehát az ember tudja, hogy milyen, illetve egy lélek tudja, hogy milyen a rossz, akkor ő nem akar magának meg másoknak rosszat. Az akar másoknak rosszat, aki nem tudja, mert nem tapasztalta meg, hogy milyen az, hogy rossz. Oké? És gondold végig, akkor hogy teljesül ez? Tehát itt van ez a bolygó, itt vannak olyan entitások a Föld mélyén, akik azt akarják elérni, amit most elmondtam, ezt akarják elérni. Hogy az emberi lelkek, azok ne fejlődjenek. Minél többet összetudjanak belőle lopni, rabolni, érted? Minél többet el tudjanak rabolni. Most gondold végig, ha tömeges halálozás lenne, akkor tudnának csak igazán sok lelket elrabolni. Ha tömeges halálozás lenne. Mert akkor a fentiek nem tudnák megvédeni a lelkeket. De erre is van megoldásuk a lentieknek. Csak sajnálják az itt lévő emberiséget, nem a lelkeket, az emberiséget. Csak megint ugye az a baj, hogyha az lelkeket össze kell majd fogdosniuk, akkor sajnos sokat összefogdosnak a lentiek is. Az a terv, hogy fogják, és ha nem jön össze az, hogy az emberek beteljesítsék a küldetésüket, fogják, és rájuk robbantják a Földet. Oké? Okay. Hogy ne bomlasszák a fentieknek ezen a területen lévő hatalmát. Mert ugye a fentieké ez a terület. Csak vannak ezek a lenti entitások. És akkor ugye hol folyna tovább a dolog? Hát az a baj, hogy van egy kézbolygó, de még csak most indul az emberiség. Hogy most indult. Érted? Tehát az ottani emberiség lélek száma még minimális. Mikorra születnek újra a lelkek? Több ezer év? Vagy több tízezer év? És addig mit csinálnak? Van rá megoldás egyébként, mit csinálnak? Tanítják az embereket a létközi állapotra, a virtuális valóságra. Van, aki már egész jól gyakorolja a virtuális valóságot. Ugye az interneten keresztül, meg a számítógépén keresztül. Na, vannak olyan készülékek, amivel lehet gyakorolni a virtuális valóságot. A létközi állapot az egy virtuális valóság.
Lehet, hogy most meredek dolgoknak tűnik, amit mondok, vagy mondtam, de tessék elgondolkodni rajta, jó? Gondolkodj el rajta, ne utasítsd el, gondolkodj el rajta, hogy vajon mennyi ennek az igazságtartalma. Jó? Tehát gondold végig. Gondold végig, hogy vajon az mennyire igaz, hogy butul el az emberiség. És akkor gondold végig, hogy vajon miért butítják el. Mik lehetnek az érdekek mögötte. És ha elgondolkozol, és tényleg egy ilyen nyugodtabb állapotban, egy ilyen békésebb állapotban elgondolkozol, akkor rájössz arra, hogy hát ez pont úgy van, ahogy a Szedlacsik elmondta itt neked. Pont így. Tehát, ugye mi a dolgunk? Élet és emberismeretet kell átadni az embereknek erre a 10 területre, és el kell azt érni, hoppá, vissza, rossz felé tekertem, és el kell azt érni, hogy az emberek beteljesítsék a küldetésüket, és végig menjenek a lelki fejlődésük útján. És annak első lépése a valahova tartozás szintje. Tehát ezt be kell teljesíteni, ezt a 7 szintet. Nem véletlenül a teteje az a beteljesülés. A beteljesülés azt jelenti, hogy beteljesíted azért azt, amiért leszülettél. Mindenki megtudhatja, hogy mi a küldetése. Itt tanulja mindenki, hogy hogy tudhatja meg, hogy neki mi a küldetése. Mindenkinek az a küldetése, ami a beteljesüléséhez kell. Tehát akik itt tanulnak, segítünk abban nekik, hogy beteljesíthessék azt, amiért lejöttek erre a bolygóra, fenti, felsőbbrendű lényként. Tehát isteni mi voltukból idejöttek. Tehát még egyszer azért, hogy megtapasztald a rosszat, és tudják különbséget tenni a rossz különböző fokozata és a jó különböző fokozata között. És tudjál a legnagyobb jó érdekében cselekedni. A legnagyobb jó érdekében. És ezt meg kell tanulnia mindenkinek. Ha ez nem valósul meg, akkor itt nagy baj lesz ezen a bolygón. Tehát hiába akar bármiféle hatalom itt, mit tudom, 500 milliós lélekszámot, nem fog megvalósulni. Miért? Mert a fentiek nem hagyják. Ilyen egyszerű. Hiába akar bármilyen hatalom azt, hogy az emberek majd tudom én, milliárdjai szegénységben éljenek, és őket szolgálja, nem fog megvalósulni. Tehát minden olyan jövőbeli jóslás, ami nem azt mondja ezen a bolygón, hogy szeretet, béke, együtt, feltétel nélküli együttműködés kora. Ha nem ezt mondja, hanem bármi mást, az azért nem fog megvalósulni, mert nem engedik a fentiek. Világos? Itt egyetlen egy megvalósulás történhet, az a béke, szeretet, feltétel nélküli együttműködés korszaka, amit úgy neveznek, hogy aranykor. És ezt az aranykort, ezt létre kell hozni. Egy olyan korszak, ahol elnyomásmentesen tud tanulni az ember. Oké? Okay? És elnyomásmentesen tudja tenni a dolgát az ember. És ennek a korszaknak kell eljönni, és ezt a korszakot nem fölülről hozzák létre, hanem a társadalom hozza létre. Az emberek hozzák létre. És az embereknek ahhoz az kell, hogy tanuljanak, a tanulás révén meg szépen elkezdenek felfelé haladni. Jó? Illetve nem csak a tanulás révén, hanem hogy használják a tudást,
és tapasztalatukat is használják természetesen, illetve mások tapasztalatát is. Tehát mi ezért vagyunk, ezért dolgozunk, és ide várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmedet, visszaadom a szót a háziasszonyunknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Én köszönöm szépen minnyájunk nevében ezt a választékos, gazdag információ áradattal teli előadást mesterünktől. Köszönjük, hogy rávilágít arra, hogy mi történik a mai világban, és segít nekünk a tudatosságunkat fejleszteni és növelni. Hála azért neki érte. Köszönjük szépen. Én úgy gondolom, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és itt ez a hely, ahol csodálatosan tudom teljesíteni a küldetésemet. Úgy érzem, hogy megérkeztem, mintha hazaérkeztem volna. Itt el szeretnék továbbra mondani egy pár mondatot arról, hogy itt tanulva milyen voltam, és milyenné váltam. Hát azt tudom mondani, hogy mikor elkezdtem tanulni, akkor egy félénk, önbizalom hiányos, többnyire fehér és fekete ruhában járó lány voltam. Most már ezen javítottam, és az itteni tudás által, amit kaptam, ugye ki volt itt vetítve a 10 életterület, arra, mint tudást kaptam, és a módszereket, megoldásokat használva megváltozott az élethez való hozzáállásom, megváltozott a szemléletem, és hát egy más személy lettem, és miért? Azért, mert kitartóan hallgattam az előadásokat, a képzéseket, és tanultam, fejlődtem. Azt tapasztaljuk, hogy akik ugyanezt teszik, kitartóan hallgatják az előadásokat, használják a módszereket, a megoldásokat, fejlődnek, és jobbá válik az életük. Ha de most végignézted ezt az előadást, vagy végig fogod nézni felvételről, akkor kérlek, vedd figyelembe, hogy ezt isteni irányítás alatt által tetted, mivel meg volt ez szervezve számodra, és a fentiek szerintem úgy gondolják, hogy az információ, amit itt hallottál, az hasznos számodra, és továbbá majd, amit a tudást, amit a képzésben hallanál, az szükséges lenne számodra. Ezt kérlek, ne hidd el nekem, hanem gyere ide, és tapasztald meg, hogy ez így van. Arra szeretnélek most kérni akkor, hogy hozzál egy villámgyors döntést, és döntsd el, gyere csatlakozz közénk, most hozd meg ezt a döntést, mivel tudjuk, hogy a jövőbeni életünk az mindig a mostban, a mában meghozott döntésnek a következménye, és arra kérlek, hogy hozzál egy jó döntést most. El szeretném mondani, hogy akkor, ha meghozod ezt a jó döntést, hogy akkor miért csatlakozz hozzánk? Hát azért csatlakozz elsősorban, mert itt tudást kapsz, fantasztikus tudást kapsz, módszereket, megoldásokat, amiket ha használsz, jobbá válik az életed. Része lehetsz egy szeretett közösségnek, egy hatalmas szeretett közösségnek, ahol te mérdek mennyiségű szeretetet fogsz kapni. Lesz egy mentorod, egy vezetőd, aki segíteni fog neked a fejlődésben, ha elakadásaid vannak, meg nem értéseid. A saját szerveződet, azt, hogy hogyan kerülj be ebbe a közösségbe, ki tudod választani, te saját magad, nézzél szét a Facebookon, minden szervező fent van a Facebookon, ki tudod választani a neked legszimpatikusabbat, a megfelelőt. Továbbá járhatsz a heti találkozóinkra, hogyha van ilyesmi a környékeden. Itt jó emberekkel, pozitív emberekkel találkozhatsz, a rezgésedet tudod majd emelni és szinten tartani, hiszen ez a legfontosabb. És járhatsz a havi rendezvényeinkre is, ahol több száz emberrel találkozhatsz, és töltődhetsz egyik hónapról a másikra, és még több szeretetet kaphatsz. Ne felejtsd el, hogy sosem leszel magadra hagyva. Ez a mi közösségünk egy interaktív közösség, és segítjük egymást. El szeretném mondani, hogy a képzések azok minden szerdán és vasárnaponként vannak, és egy
hónapban 30 óra képzésünk van. Ezeknek a képzéseknek a piaci értéke 200 ezer forint, de kérlek ne ijedj meg, nem ennyiért fogod kapni a képzéseket, hanem csak egy töredékéért, ami az első hónap 19.700 forintot jelent, a második hónaptól már csak 12.500 forint a képzésünk ára. Ráadásul most ingyen kaphatsz, ezt te döntöd el, nem kötelező, kaphatsz egy szabad életet eredményező jövedelemszerző lehetőséget is. Ha megteheted, akkor én azt ajánlom neked szívből, hogy próbáld ki a képzéseinket minimum 3 hónapra. Mert akkor jössz rá, hogy micsoda fantasztikus tudás van itt nálunk, mire tehetsz szert. Amennyiben szimpatikusnak tűnt, és én nagyon remélem, hogy szimpatikusnak tűnt az itt elhangzott előadás, és amit én is elmondtam, akkor személyesen részt vehetsz a coachképzésünkön is, ami 30 perc szünet után fog következni, ha egy olyan tanuló társaságában vagy, aki nekem ehhez van hozzáférésem. Ha úgy látod, hogy mégsem volt szimpatikus az előadás, akkor én megköszönöm szépen a részvételedet, és elköszönök tőled. A szünet után akkor most egészségteremtő coachképzésünk lesz, amelyen várunk, hogy vegyél részt szeretettel, és akkor most 30 perc szünet következik.